nagyon-nagyon szeretem ezt a darabot. Én nagyon szellemesnek találom, és nagyon-nagyon nagyon emberinek. Egyáltalán nem épít Márvány szobrot se Galileinek, se egyik szereplőjének sem. Viszont nagyon élesen és nagyon mély emberismerettel vizsgálja azokat a helyzeteket, amikor a gerinc egyenes, vagy picit elferdül. Nem csak nagy történelmi és egyházi szakadásokba és helyzetekbe, hanem nagyon pici emberi miniatűr helyzetekbe is. Nagyon szépen mutatja. Volt egy nagyon radikális váltás ugye a távcsőhöz kapcsolódóan, amikor 1609-10-ben elvégezte az első távcsőes észleléseit, és ezeket leközölte Csillaghírnök című művében, akkor pillanatok alatt ő világhírű lett. Korábban volt az a helyzet, amit a darab elején láthatunk, hogy ő anyagi gondjai voltak, mit tudom én, elismerésért küzdött, onnantól kezdve kapott egy állandó, nagyon elismert állást a Firenzei Egyetemen, amit élete végéig meg is tartott, megfelelő fizetése volt, tehát onnantól kezdve Galileit nagyon elismerték, talán nem túlzás azt mondani, hogy egy nemzetközi szintű celeb volt.